most először be kell vetnünk a póláncot, ugyanis nem tudunk befordulni a parkolóhelyre. Az a fickó ott segít nekünk, hozta a kis lapátját, de még az sem volt elég. Na, sikerült beállnunk. Egyébként Montpellier-ben vagyunk, ami egy egész nagy város, és mi itt a szélén tudtunk leparkolni, egy ilyen külterületi részen, és végül ide álltunk be. Mind a két első keréken rajta van a hólánc. Zoli vitt egy üveg sört annak az embernek, annak a fickónak, akivel most ott beszél, mert segített nekünk. Ő egyedül él ebben a furgonban. Itt vagyunk az erdő pusztításánál, és látszik, hogy a hóesés azért csinálta a dolgokat a fákban. A károkat, leszakadtak az ágak, hát ez még a kisebbik része. A nagyobbik mellett már eljöttünk. Az állatkerthez vezető úton haladunk éppen. Csodálatos idő van, ez a kabát már elég túlzás. És ennyi. Most pedig megpihentünk egy padon. Kitti tájékozódik, hogy merre tovább. Kijöttünk a dzsungelből. Itt van a kis táborunk, a kis kommuna. A hobósokkal együtt. Itt nyomjuk. Itt vagyunk ugye még mindig Montpellierben. 3-4 napig folyamatosan esett az eső, és végre kimozdulunk. Elmegyünk a városba. Jó idő van nagyon. Így is maradjon. Igazán nagy épület. Micsoda szabályos fa. Itt látható az akvadukt, vagy csatornahíd. Igen, ez egy kétszintes akvadukt. Ételt osztanak a rászorulóknak. Zoli nagyon menni akart sorba állni, alig bírom visszatartani, hogy ne vegyem erre le az éhezőktől az élelmet. Pedig kajak ilyen jó szituáltnak kinéző emberek is állnak sorba, úgyhogy nem tudom, hogy... Igen, hát ilyen kakaós csigát láttam, kávét, ilyen... Nem, volt kaja is valami. Volt főtt kaja is, de meghagyjuk. Nem pofátlankodunk már oda. Kezdtünk a helyi piachoz is. Francia árusok így ebédelnek, nagy lazán kiülnek a kocsi elé. Jó hangulatban eltelik az ebéd. Közben aki akar nézeget. Van itt is minden. Használt parfüm, szappan. Tűzoltó autók. Sül a grill csirke. Hú, ezek nagyon guszták. Jó kis élő zene szól. Valami csirimója. Nem tudom, mi lehet az. Végül is nem is volt annyira kicsi ez a piac.
viszonylag úgy volt minden, és hangulatos, hogy itt a viadukt, vagy akvadukt alatt van kialakítva. Térben éppen ételosztás folyik. Én meg itt megiszok egy sört, egy ebédre. Itt lazulunk. Az épületből szól a zene közben. Falba épült bicikli. Mosás és szárítás volt a mai nap folyamán, elmentünk biciklővel a mosodába. A gép, amit szárította, az nem volt elegendő, így itthon is kiterítettük a ruhákat, mindenfelé ruhák lógnak, illetve végre a szőnyegeket is sikerült kimosni, úgyhogy tök jó. Szóval itt voltunk egy hétig, itt vannak a szomszédaink. Jorge! Hola, welcome to Montpellier. Nous sommes fous. I make subtitles. Na szóval elhagyjuk ezt a helyet és megyünk tovább. Itt hagyjuk a kis tanyát. Itt az öreg is. Na, megérkeztünk újabb szálláshelyünkre, a város neve Marseille-en, és csodálatosan jó pulóveres idő van. Barátságos kis helyen vagyunk, kint ülnek az emberek az éttermek előtt, ez is egy lakóhajó. Ez is egy francia sütemény. Nőnap és Zoltán nap alkalmából vettünk magunknak egy ilyen kis tortát, ami egy almás töltelékkel van ellátva, illetve regionális bort iszunk. Egy kis rozé, finom egyébként. Aranyos kis városka egyébként. Megérkeztünk újabb szálláshelyünkre, ez a Marseille-en plázs. Jó helyen sikerült megállnunk. Parkolásunkat nem tiltja semmi, illetve itt van egyből a központ. És a víz is közel van. A plázs tele van apartmanokkal, és végre itt van a tenger. Engedjük el egy picit a kutyukat. Tenger zúgását jó hallani ismét. Igen, már régen hallottam. Igen, már egy jó pár napja Montpellierben voltunk, az ugye fentebb van egy kicsit, és most jutottunk el a partra. Hát nincs nagy élet, de ez nyáron, fú, nagyon jó lehet. Fullan emberekkel. Jó kis homok van. Úgy aránylag tiszta is. Annyira jó, hogy ez a plázs tele van kagylóval. Olyan, mint a kavics lenne, de közben meg kagyló minden. Igen, ki lehetne rakni vele egy udvart. Díszítésképpen. És hát ilyen az osztriga valószínűleg. Ebből szokták ki kanalazni, meg kiszopkodni a
kagylót, és még ilyet nem ettünk, de én nem is akarok. Kitti most válogatja a javát, van már annyi, mint a fene, nekünk is, de nem bírunk neki ellenállni. Majd készítünk belőle valami díszt. Telep lehetett, ezek még élnek, így sorolt el a víz. Ezeket nem tudjuk kinyitni. Készülnek a kagylóból készült dekorációk. Az első az így néz ki, fel fogjuk oda a vezetőfülkéhez lógatni. Egymásban vannak fordítva a kis kagylók, és akkor kis cuki. És akkor ki kell fúrni őket. Vannak itt egész nagyok is. Igen, de a kicsiket könnyebb átfúrni. Itt állunk ugye Marseillan plázsban, és megyünk a Vidgrenyére, vagyis a Bolha piacra. 1 kilométerre van körülbelül. Na, megérkeztünk a piacra. Szombat van. Könnyű. Viden park, és itt felfedeztünk mellette még egy piacot. Ja, igen. Itt vannak a portékák, amiket vásároltunk a piacon. A lecsóhoz, a francia lecsóhoz, vagyis a ratatouillehoz vásároltunk be. Oké, krokicsipesz lesz, Zoli. Ebben, igen, krokicsipesz. Ebben van még padlizsán, cukkini a magyar lecsón kívül, illetve vettünk még 1 euróért egy ilyen nagy tábla milka csokit. Igaz, hogy már lejárt egy hónapja, de nincsen ennek semmi baja, úgyhogy bevállaltuk. Itt néztük, hogy mit jelképezhet ez a figura azon a rúdon, és itt található a története, a couplet. Ez egy játék a tengerészek körében, és ez a pózna be van kenve valamivel, zsírral, és akkor el kell érni azt a kalapot, és akkor ez a verseny vagy játék végül is. Meg kell szerezni. A tengerészek így gyakorolták a árbócon, meg a ilyen csúszós földeken mászkálást. Amennyire tudtam értelmezni.